Sziasztok, ez itt a Historikon, én Kozelka Zsolt vagyok, és az elkövetkezendő két műsorban a Szent Koronával fogunk foglalkozni. Talán ez az a témakör, amiben a legtöbb legenda rejlik, de vajon hol lehet az igazság? Fény derül-e valahogy is a teljes igazságra? Ezt a témát fogjuk boncolgatni Pálffy Géza professzorral, a Lendület Szent Korona kutatócsoport vezetőjével. Először ismerjük meg őt és munkásságát. Szerintem először beszéljünk egy kicsit rólad, mutasson be téged. Itt a zikertesem, lehet mutatni, nem? Persze! Mennyire hasonlítatok? Semennyire. Veszprémben születtem, ott jártam a lovasi gimnáziumban, de annak a speciális matematika tagozatára. Tehát én reál gimnáziumban jártam. Remek tanáraim voltak, és volt egy remek történelem tanárom, Homonnai János, akinek részben köszönhetem, hogy történész lettem. Tehát reál gimnáziumban rengeteg matek órával, de mindig is a történelmi. Hát ez kicsit ellentmondás. A régi hét szabad tudományban a matematika és a humán tudományok és a matematika szorosan összefüggött, és én nagyon sokat köszönhetek a matematikának. Azon történészek között tartozom, akik tudnak egyrészt számolni, másrészt logikusan gondolkodni. És úgy gondolom, hogy a logikus gondolkodás az nem csak a természettudományokhoz kell, hanem a humán tudományokhoz. És van több olyan történész, akik nevesebbek, híresebbek, Engel Pál a híres középkorász, vagy Kosári Domokos, akik szintén kacérkodtak a reál tudományokkal, tehát nem baj, ha egy történésznek van reál tudomány áttere, az, hogy én szeretek problémákat megoldani, abban a matematika nagyon sokat segít. Egy hobbiból, szenvedélyből alakult ki az, hogy történész lettél. Valójában nyilván a történelmi regényeknek, aki a 16-17-18. Századdal foglalkozik, mint én is, azoknak a többsége a gárdonyi egri csillagokjának köszönheti. Most mennyire olvasnád másképp? Hát teljesen, mert most már tudom, hogy mik a hibái, tudom, hogy mik az erényei, de nem ez számít. A történelmi regénynek az a funkciója, hogy a gyerekhez közel vigye. Tehát ott még a hitelesség is lehet egy kicsit sérült. Fontos, hogy megszólítsa a gyermeket, és nálam sikert érte, de mesterem Szakály Ferenc ugyanígy lett. Ő is mindig emlegette, hogy Gárdonyi egri csillagokja milyen fontos szerepet játszott a pályáján. Hát meg hogyha nézzük, akkor építi a nemzeti öntudatot is. Így van. Hiszen egy alapmű. Tehát legerősebb középkorral foglalkozó magyar alapmű. Így van, valójában megerősíti a jó értelemben, mert patriotizmust, a nemzettudatot. Én egy reál családból származom. Ugye bátyám, ikertestvérem, ő maradt a reál pályán. Öcsém, aki Győrben élő informatikus. Én vagyok úgymond a non-profit, ahogy szokták mondani, tehát aki a humán tudományokat... Kilóksz a sorba. Igen, de most már ők is másképp állnak hozzá, mert régen ugye úgy gondolták, hogy a bölcsészek naplopók, meg sok magyar ezt gondolja tévesen, pont amiről volt szó, hogy mi a társadalom számára legalább annyira fontosak vagyunk, mint egy fizikus, vagy egy orvoskutató, hogy egy orvoskutató gyógyszereket talál fel, a történész pedig hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetnek a lélektana, vagy a lelkiismerete és a közállapota normális legyen, és a múlthoz normálisan viszonyuljon, ne túlkapásokkal, ne túlfütött érzelmekkel, de megfelelő kapcsolata legyen az embernek a múltjához, és ez nagyon fontos, amely társadalomnak nincs meg, az nem működik megfelelőképpen. Középúton mennyire lehet lavírozni, mennyire nehéz, hogy ne essél egyik szélsőségbe se vele? Nekünk annyiból könnyű, mert a történész nem érzelmeket ír le. Tehát a történelmi szakkönyvek és a történeti munkák formálják a történelmi gondolkodást, de azok nem lehetnek se túl patetikusak sem, se túl bűnbak keresők, mert nem a feladata. Tehát a történész egy politikus ítélkezhet, akár bűnökről is beszélhet egy másik politikus esetében, a történésznél nem ez a feladat, mi a történelmet rekonstruáljuk és megpróbáljuk megérteni, hogy mi miért történt. Tehát valójában egy puzzle-t játszunk, és ez nagyon jó a matematika, amit említettem, a logikus gondolkodás, hogy hogyan rekonstruálhatunk bizonyos folyamatokat, mik voltak a magyar sorsfordulók, és ezeknek az okait próbáljuk megvilágítani. 25 éve vagy a pályán körülbelül? Így van. Jól számoltam. Majdnem 25 év, 1994. szeptemberétől dolgozom itt a Magyar Tudományos Akadémián, tehát én szerencsésnek mondhatom magam. Ez egy nagy siker számodra, gondolom, hogy itt dolgozhatsz, hiszen negyed század az nem kis idő.
Mégis mire vagy legbüszkébb? A sok könyv, amit eddig írhattam, több mint 400 könyv, tehát 27 könyvnél tartok, és emellett a Magyar Szent Korona kutatása természetesen, hiszen most ez áll hozzám legközelebb, hiszen fél évtizede ezzel foglalkozom. Hát ez maga aktuális is. Így van. Hiszen most van az évfordulója annak, hogy visszakerült a korona. Igen, de nem ezért foglalkozunk vele, tehát ugye nagyon gyakran azért foglalkoznak történészek témákkal, mert jön egy évforduló, én az a történész vagyok, akit a források vezetnek. Én a koronával azért foglalkoztam, mert azzal szembesültem, hogy mindenki beszél róla, ott van a parlamentben, de nem ismerjük a történetét, és nem ismerjük a főszereplésének, a koronázásnak a történetét, és hát egy magyar tudósnak kutya kötelessége, ha a történettudománnyal foglalkozik, ugye a legfontosabb magyar erekét, ennek a históriáját feltárja, mert hogy sok a fehér folt, ezért hoztam létre 2012 közepén a kutatócsoportot. Mennyire tudjátok szűrni azt, ami nem odavaló? Könnyedén, mert mi az originál források alapján kutatunk, tehát a történész meg az én csapatom nem hasraütve gyárt koncepciókat. Tehát nem az van, hogy először van egy koncepció, és ott akkor elkezdünk őrült elővel túrni utána a adatok után, hogy ezt megerősítsük. Nem, mert ezt nem történeti kutatásnak nevezzük. A történész úgy kutat, hogy elmegy levéltárba, múzeumba, kézirattárakba, feltárja a dokumentumokat, és abból rekonstruálja a történetet. Tehát nem egy képaláírás alapján találok ki valamiket, mint ahogy a koronakutatás kapcsán. Például, hogy a Fuggereknél volt a Szent Korona, 1979-ben megjelent egy könyv, Korona 9 évszázada, a híres összefoglaló, és abban volt egy képaláírás, hogy a Szent Korona a Fugger krónikában, és rögtön kitalálták róla, hogy akkor biztos volt a Fuggereknél a korona. Csak kiderült, hogy rossz a képaláírás, tehát ha képaláírásra vagy egy internetes rossz adatra építeni koncepciót, az iszonyú veszélyes. Tehát aki komoly kutatásra adja a fejét, vissza mindig az originál történeti forrásokhoz. Tehát mi mindig nem előre gyártunk koncepciókat, egy adott kutatás során az eredmény fokozatosan módosulhat is, mint ahogy egy gyógyszerkísérletnél, vagy egy matematikai képlet megoldásánál, amíg a végeredményhez jutunk, az egy hosszú folyamat. Ilyen a történeti kutatás. Tehát a szerencsefaktor az nagyon játszik nálatok is. Természetesen a jó kutatási felfedezésekhez óriási szerencsére van. Szükség például a Szent Korona legkorábbi ábrázolásának történetét, pont ez a említett képaláírásos kép, azt egy kutatási szerencsének fedezhettem, köszönhetően fedezhettem fel, hogy kezembe akadt, szisztematikusan kutatva a bécsi udvari könyvtárnak a kézirattárában egy háromsoros forrás, amiben valaki kereste a 16. század közepén a Szent Korona hiteles ábrázolást. De abban volt rajta egy skic, vagy pedig csak le volt írva, hogy néz ki a korona? Nem, ott még csak keresték, és akkor sikerült megfejteni, hogy az a személy kereste, akinek a kódexében fennmaradt a korona ábrázolása, és így egy véletlenül előkerült adat, így kapcsolódott koronánk legkorábbi 16. század közepi ábrázolásához. Erről azután Buzás Jenikő kolléganőmmel egy német nyelvű könyvet is készítettünk, mert hogy ez a kötet ma a Münchenben található, eredetileg Augsburgban készül. Munkátokban nekem az nagyon tetszik, hogy nem egy nyelven jelenik meg, hanem több nyelven, hiszen a Szent Koronához több népcsoport és országrész is hozzátartozott, ahol már nem magyarok élnek, de a gyökerük az nyilván a Magyar Királyságból származik ezeknek a családoknak. Hát ez nem is kérdés számomra, aki komolyan magyar történelemmel foglalkozik 1918-ig, ugye a trianoni Magyarország, vagy a modern Magyarország, vagy a kis Magyarország előtti történelme, annak nem is lehet másként gondolkozni, mi a történeti Magyarországban gondolkozunk mindig, a Magyar Királyság történetében, a Magyar Királyságnak ugye vannak utódállamai, amit mi írunk az valójában a szlovákok, románok, horvátok, szerbek, szlovénok, osztrákok számára is ugyanolyan relevanciával bír. Tehát nem is gondolkozhatunk másként. Én ugye a 16-18. Századdal foglalkozom, mindig a történeti Magyar Királyság területi keretében gondolkozom. Aki másként gondolkozik, az komolytalan. A szlovák történetírás, ha nem ebben gondolkozik a 18. század kapcsán, akkor anakronizmust követel. Tehát mindig az adott történelmi keretekben kell gondolkoznunk. Ha van rá lehetőség, hogy a nacionalista történelmi írás, itt nézzük a románokét vagy a szlovákokét, közelít majd egymáshoz a magyaréval? Én optimista vagyok, ezért publikálunk szlovákul, románul, horvátul is, mert ha az új kutatási eredményeket közzétesszük, akkor azokkal kell vitatkozniuk. Persze van magyar nacionalista történetírás is, azért valljuk meg, vagy volt a 19. századtól kezdve,
tehát minden országnak voltak túllépései, vagy túlkapásai. Ugye az utódállamoknál az a probléma, hogy ők később születtek, meg a történetírásuk is később született. Ugye szlovák történetírás csak 1918 után van, akkor is egy ideig ugye csehszlovák keretekben. Tehát mindenkinek le kell vetköznie a kezdeti, a gyerekkori nehézségeket. Én optimista vagyok, de ehhez meg kell szólítani, és együttműködésre van szükség, és ezért például az én kutatócsoportomnak van a szlovák tagja. Mivel Szlovákiában vannak a levéltárak egy része, ott vannak a nemesi gyűjtemények, különböző múzeumokban az egykori magyar arisztokrata gyűjtemények, vagy, és azokkal a kollégákkal együttműködve kell a ma már közös történelmet feltárni. Tehát ez a történelem közös. Nem magyar, nem szlovák, hanem közös. A Magyar Királyságnak, amelynek utódállama a Szlovákia, annak a közös történelme. Én ennek a nagy híve vagyok, és ezért publikálunk szlovákul, románul, horvátul, mert hogy a diák, aki mondjuk Árva megyében születik, és nem tud magyarul, ha attól nem várhatjuk el, hogy a magyar történelemben napra kész legyen, ezért neki szlovákul kell vinni a legfőbb kutatási eredményeket, és ezért publikálunk például szlovákul a kolléganőmmel, Lengyel Tünde Lengyelovával, vagy Lengyel Tundével a koronázásokról és a temetésekről, mert hogy ez egy misszió is. A Kárpát-medencében akkor lehet közös gondolkodás a közös történelemről, ha közös nyelven beszélünk, vagy megpróbálunk legalábbis közös nyelven beszélni. Visszajelzések milyenek? Én optimista vagyok, mert több a pozitív, mint a negatív. Bár volt Kolozsvárot Szent Korona, a koronázásokról kiállításunk, koronázási jelvényekről, és ott volt a Szent Korona másolata is, és ugye negatív példa az, hogy rögtön 6 román nacionalista szervezet tiltakozott, hogy a magyarok revizionisták, de szó sincs erről, mert azért vittük oda a koronát, hogy a román diák is tudja, hogy a dédapja, nagyapja, ükapja az melyik ország területén élt. Kiállításon és a megjelent katalógusban magyarul és románul szóltunk a nagy közönséghez. Persze az idióta politikus mindig van és mindig lesz, különösen a nacionalisták fajtából, de a közös megértés csak az együttműködés segítheti. Ennél jobb végszót nem is találhattunk volna, a következő részben innen folytatjuk. Ha tetszett a videó, lehet megosztani, lájkolni, és ha még nem tetted volna, feliratkozni YouTube csatornánkra, ahol régebbi műsorainkba is betekintést nyerhetsz.